Az úszóversenyeken megszokott zsivajtól volt hangos szombaton a sóstói 50 méteres medence környéke, ugyanis három korcsoport versenyzői mérték össze tudásukat a Diákolimpia megyei döntőjében. Az általános iskolák felső tagozatos diákjai, valamint középiskolások álltak rajtkőre ott, ahol valamikor a jelenlegi sportért felelős államtitkár, az olimpiai ezüstérmes Szabó Tünde is készült a versenyekre. Ez az esemény ez azért nagyon fontos, és azért nagyon jó, hogy ilyen sokan el tudtak jönni, mert képviselhették mindazt, ugye a közegüket, az iskolát, a pedagógusokat, akik mindig segítették őket ahhoz, hogy egészségesen mozgásgazdagon élhessenek. És ugye a sportága, az úszás sportága a világ egyik legnépszerűbb sportága. Ehhez is méltó közeget, feltételeket kell teremteni. Nagyon fontos, hogy itt a megyéből ennyien több száz gyermek itt van, vagy diák itt van. Tényleg azt lehet mondani, hogy nagyon fontosnak tartják a mozgás szeretetét, és az iskolák is, mert hogyha ők nem támogatják azt, hogy sportoljanak a gyerekek, akkor bizony nem lesznek utánpótlás korosztályaink, nem lesznek élsportolóink. Mindig megkérdezik tőlem, hogy melyik a fontosabb, a szabadidősport vagy az élsport, és hangsúlyozom, hogy minden gyermek sportoljon, ezáltal lesz utánpótlás korosztályunk, ezáltal lesz élsportolónk, és ezáltal egészségesebben fogunk élni. A megyei döntő 40 iskola 225 diákja indult. A nevezések száma 409 volt, mivel sokan több számban is rajtkőre álltak. Nagyon örülünk annak, hogy ilyen népszerűségnek örvend az úszósport. Valóban az év kezdet az mindig a január az úszással telik. Máté Szalkán volt már a megyei döntő, az úszásnak a kisebbek döntőszakot, és most itt vagyunk Nyíregyházán, nagyon jó körülmények között, elektronikus időméréssel, ami azt hiszem, hogy egy külön motiváció a gyerekeknek, hiszen azért ilyennel nem mindig találkoznak. A megyei döntőn győztes versenyzők bekerültek az országos fináléba, amelyet március végén rendeznek Hódmezővásárhelyen.